Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nexus tévé minden kedves nézőjét, hallgatóját. És egy kicsit a jövőbe tekintünk, hogy, hogy mégis mire számíthat egy olyan nemzet, amely egy kettős kalitkába zárva kell, hogy valamilyen módon, kihasználja a, azt a kicsi mozgásteret, a, ami a rendelkezésére áll. Sokan mondják, sőt egyre többen mondják, hogy a mesterséges intelligencia annyira előre tört, hogy komoly programok, hát most a világgazdasági fórumot is bele kell számítani, de más, fórumokon is, úgy gondolják, hogy 2035 egy kulcsfontosságú esztendő lesz, mert ez az az időszak, amire a mesterséges intelligenciában működő algoritmusok és algoritmusoknak az algoritmusai sok ezer algoritmus együttműködve lényegében teljesíteni tudja azt azokat a funkciókat, amely, amely a világ irányítására már alkalmas, vagyis elvileg képes arra, hogy átvegye a világkormányzást. Hát azért ezt komolyan kell venni. És, és ilyenkor nem szabad csak úgy legyinteni, hogy na hát artificial intelligence, mesterséges intelligence. Igen, mert ha egy másik szempontból közelítjük meg, hogy azt gondoljuk, mert így van, hogy ma legalábbis a kollektív nyugatnak nevezett világrészbe, aki nem tudna, hogy mi a kollektív nyugat, csak emlékeztetek rá, hogy az az Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, egész Európa milyen félgyarmati sorban, és, és Ausztrália, és Új-Zéland, Japán, és a kis tehát Dél-Korea, euh, Tajva, Hongkong, euh, Szingapur, ez a kollektív nyugat. Na most ezen a kollektív nyugaton van egy hegemon hatalom, amelyik az Egyesült Államok és amely a nemzetközi jogot behelyettesítette általa, hozott szabályokkal, amit első, amelyeket elsőként őszeg meg, de az nem számít, mindenki másnak be kell tartani. Na most ebben a rendszerben mindenki úgy gondolja, hogy a világ első gazdasági hatalma az az Egyesült Államok. Jól gondolja, még az. A második az egyre erőteljesebben teljesen Kína, egy teljesen más kultúra ö, ö, keretében. Na, de ha megkérdezzük, hogy na is ki a harmadik? Na, ekkor már probléma van. Mert vajon ki a harmadik Japán? Anglia? Vagy mégis az Európai Unió? Vagy Oroszország? Hát Oroszországnak. Az atomfegyvereivel nagy, meg a területével. Ugye 17 millió négyzetkilométer. De egyébként erősödnie kell. Lesz, na, no, no, erős lesz, de nem most. Nem most még. És hát azért van egy, csak nem Európa-nagyságú Brazília. Az is egyre inkább jön föl, egyre népesebb. És hát Európa-nagyságú. És akkor még egy szót nem szóltam Afrikáról, az egész arab világról, és, és fekete Afrikáról, de Dél-Afrikában van egy nagyon erős európai eredetű állam, amit a búrok, a, 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 vagyis a hollandusok alapítottak, és, és egy kitűnően működik, még így is, hogy most már nem a fejlejrek vezetik. Tehát, tehát itt nagyon meg kell fontolni azt, hogy ki a harmadik. Na most, tehát én, hát én elmondom most, hogy ki a harmadik. Azt úgy hívják, hogy Black Rock. Na most, hogyha valaki nem tudja, hogy ki a BlackRock, akkor azt hiszi, hogy ez egy tréfa. Hát nem tréfa, mert a BlackRock 2023-ban, amely lényegében egy befektetési, befektetési, hát mondjuk így, hogy. hogy intézményként indult, és ma a világ harmadik legerősebb gazdasági hatalma. És mi a, a BlackRock? Sok titka van, hogyha valaki például csak itt mondok, például fölveszi ezt a könyvet, hogy Giants amit Peter Phillips egyetemi tanár írt évekig, tehát kb. éve jelent meg, vagy négy éve jelent meg, és a, 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 világ hatalmi elitjéről szól. És itt, ő, ő, végigveszi, nem csak a Blackrock, Rock, de a Black Rock kal kezdi, és a Blackrock Rock vezetőit

aki a fehérházban dolgozott sokáig, mint szaktanácsadó, utána a Kissingers cégnél lett igazgató, tehát ismeri a Superkresszet, és ő nevekkel pontosan megírja, hogy kik tartoznak ezek, ez a szuperkezek? ez, milyen egyetemekre járnak, milyen sportot üznek? egyáltalán hogy élnek, és milyen óriási hatalom van a kezükben. Na most mi a nagyon leegyszerűsítve. Mi a titka annak, hogy egy befektető cég a világ harmadik gazdasági hatalmával lesz 2023-ban. Hát a titka az, hogy ahova befektet, ott mindenütt monopól helyzetet próbál létrehozni. És ennek sokféle módja van, amihez hogy a monopól helyzeteket vélte tudja hozni, ahhoz neki a forgóajtót is így belvenni. Na, mi, mi a forgó, forgóhajtó? Az, hogy a legmagasabb állami tisztségviselők nálam a begroknál igen jó fizetés ilyen-olyan igazgatók, és utána eltöltöketek ennyi évet, annyi évet, visszamennek és újból irányítják az államot. Na most, hát ez a forgóajtó. Tényleg csak nagyon leegyszerűsítve mondom. Mert azért ez a forgóajtó nem csak az Egyesült Államokban működik, ez működik Európában is. És működik, működik még Dél-Amerikában is, például Argentinában, meg Brazíliában. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy a, 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 be, le, a Black Rock, egyébként a, 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 a alapítója Larry Fink, egy viszonylag fiatal ember még, és hát Kaliforniában nőtt föl, de hát ugye most már rég Wall Street, New York, a, 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 központi helye. Na most, tehát az ő stratégiája monopól helyzetek kialakítása. Na most mit jelent a monopól helyzet? A monopól helyzet azt jelenti, hogy algoritmusok és algoritmusok algoritmusai határozzák meg, hogy például a BlackRock cégek mikor és mennyi monopól feláral és parazita járadékkal növeljék a profitjukat. Tehát, ha valaki a BlackRockhoz megy, akkor ő nem csak arra számíthat, hogy szépen és jól lesz Befektetve a pénze, de még arra is számíthat, hogy egy extra ö, járadékot hoz, mert még egyszer mondom, az állandóan sok ezer, több ezer informatikus különböző országokban, hatalmas irodákban, már Budapest is itt van, dolgoznak, gyártják az algoritmusokat, és minden cégről pontosan tudják, hogy mikor, milyen árakat alakíthat ki, és, és, és és mennyi monopól felárral és parazita járadékkal növelheti meg a profitját. Mindig pa, pa, Magyarországra is pontosan ki van már számolva, minden olyan cégnél, amire így vagy úgy a BlackRock rátette a kezét. Természetesen a BlackRock hatalmi bázisa nem Magyarország. Na de itt egy világcégről cégről szó, és akár hiszük, akár nem, nem csak Indiában van benne a BlackRock de még Kínában is ott van. Még Kínában is ott van. Arról nem is beszélve, hogy az Egyesült Államokban egyértelműen a legnagyobb cég. Világszinten pedig a harmadik. Amerika Kína után a harmadik gazdasági és pénzügyi erő. Na most, most csak a Larry Fink, aki a vezetője, aki így úgy amúgy találta ki. A, a, Black az azt jelenti, mert a, a társa, akivel létrehozták a indító céget, a Schwarzman volt a neve. Na most, ha lefordítjuk a Schwarzot, az black, tehát, tehát a black az a, a Schwartzra utal, az egyik alapítóra, rock, na szóval black rock, amiről mondom, egy nagyon pontos, jó tájékoztatást ad a Giants című könyben. Peter Phillips egyetemi a Kaliforniai egyetemi tanár, és, 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 és mint és mondtam, tehát nem csak a Larry Finket mutatja be, hát ő, 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 ő bemutatja Diemont és a többieket. Úgyhogy nagyon fontos dolog lenne ezeket e, támogatni. Na most, próbálok egy példát elmondani arra, hogy a BlackRock hogy működik, és, és hogyan jut óriási profitokhoz. Mert elsősorban ő a befektetők pénzét veszi át, és azt mondja, hogy ennyi, és mert mindig azt ígéri, hogy ő stabil hozadékkal, hozatékkal áll elő. Tehát stabil. Na most nézzük meg a BlackRocknak az egyik üzleti hát, mutatványát. A, a pénzügyi válságot, ami megrendítette a világot, azt bizony az váltotta ki, hogy Larry Fink, a BlackRock vezetője, kitalálta azt, hogy olyan időszakba került az ingatlanpiac, nem csak Kaliforniában, de Floridában is, meg egyáltalán. New Yorkban is, Chicagóban is, Washingtonban is. Tehát az egész Egyesült Államokban, hogy szinte minden előtakarékosság nélkül, és minden vizsgálat nélkül, hogy az illető fizetőképes-e, lehetett nagy kölcsönökhöz jutni könnyen, és lehetett gyönyörű házakat vásárolni. És tízezrével épültek a, 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 a lakások, és vették meg az emberek, és éltek gyönyörű szép lakásokban. De mivel nem vizsgálták, hogy ezek tudják-e majd történni, az esedékes ugye jelzák hiteleknek a, a törlesztéseit. Ezt nem vizsgálták be, ezért azt elkezdtek, és aztán, itt a dominó hatást, egyre másra mentek csődbe azok, akiknek fizetniük kellett volna, a jelzálók hitelek havi törlesztő részeit. De igen, menjünk vissza, amikor még nagyon ment ez a biznisz. Akkor a Larry Fink, a BlackRock első embere találta ki, hogy egy csomagba rakta, tíz háznak, tíz ingatlannak a havi részleteit befektette, mert megkölcsönözte, meghitelezte. Úgyhogy neki jártak a jelzálok, tehát a bankok által nyújtott jelzálok, kölcsönök, neki jártak a kamataim, mert azért, ha valaki egy kicsit ismerős az amerikai eh, ingatlanpiacon, tudja, hogyha mondjuk 30 évre vásárol egy házat, akkor 15 évig csak kamatot fizeti. Nem a, főköveteléshez a főkövetelés hozzá se nyúlnak. És még amikor hozzányúlnak a főkövetelés, követeléshez, ami az igazi vételár, nem kamat. Akkor is még sokáig több mint a felete a kamat, mondom, a, a, több mint a fele időben hozzá se nyúlnak, a csak kamatot fizet az illető. Vagyis egy, ez egy nyáradék. Ez egy parazita a jövedelem. Na de ezt találta ki a Larry Fink, hogy tíz lakásból egy olyan csomagot állít elő, amely csomagokkal a tőzsdén kereskedett. És több tízezer ilyen csomagot adott el. Na most mi történt? Amikor előállott a krak, hogy mondjak egy magyar szót, amikor ez előállott, akkor természetesen mindenki aki ebbe fektette a pénzét, hát, hát óriási mértékben, eh, hogy mondjam, ugye vesztességet szenvedett, mert, mert nem fizették a jelzáló hiteleknek a, 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 a törlesztő részeit, nem volt kamat, és a befektetésekre nem volt jövedelem. Ha pedig így van, a befektető cég csődbe megy. Na most ekkor jön az államok feletti, az az azért ilyenkor nem hagyja az ő édesgyermekét, a BlackRockot, és édesgyermekén a következő módon segített. Neki, az államok felettinek komoly befolyása van, az ő kezébe van a Federal Reserve System. Mert ő hozta létre, száz évig küzdött, hogy, hogy létrehozza, amit végre 1913. decemberébe sikerült neki. Na most ilyenkor a Black, a, a, Federal Reserve, és nem csak a Federal Reserve, hanem többi országban is, a központi bankok tehát a központi bankok világrendszere bázeli, tehát a központi bankok központi bankja, az Bázelben van, a BIS, a Bank of International Settlement, BIS, az a központi bankok központi bankja. És és hát ugye ott van a nemzetközi valóta, a világban, stb. Szóval ezek ilyenkor ének azokkal a lyukukkal, hogy annyi pénzt zúdítanak a gazdaságra, persze fedezetlen pénzt, hogy meg lehetett menteni a csőttől ezeket a befektető cégeket. Csak hogy hát a világ pénzügyi válságát nem lehetett elkerülni, mert a gazdaság bizonyos mennyiségű többlet pénzt, amely fedezetlen, ha jól működik, akkor így vagyunk, de lenyeli. De ez akkora mennyiségű pénz volt, hogy ezt nem lehetett lenyelni és bekövetkezett a pénzügyi válság. Na de ez se jó, mert a, mert a legkülönfébb háttányokat és vesztességetek szenvedné A például a vorszét. tehát ilyenkor az államok feletti megint intézkedik és és ő olyan ö, 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 módon nyúlt bele, hogy egyrészt ö, az állampolgárokra is rázudítottak egy csomó pénzt a felhőből. Tehát minden amerikai állampolgár két-három ezer dollárt kapott csak úgy, hogy úgy semmiért hogy egyrészt helyreállítsák a, a fizető képességet, másrészt helyreállítsanak valamilyen módon egy gazdasági egyensúlyt, és íme beindul a pandémia. Na vajon miért pont akkor, amikor meg kell menteni a pénzrendszert? mert megmentette. Megmentette, most már láthatjuk. És vajon miért pont most indul be az ukrán-orosz háború? Mi nem korábban, mi nem később. De a dolgok így fögnek össze. De hát ilyen körülmények között kell az artificial intelligence vagyis a mesterséges intelligenciának az előterő, előre törését vizsgálni. Mert ugyanis, ha a mesterséges intelligencia képes lesz arra, mert most mire képes, ma már bebizonyította a mesterség, hogy jobb könyvet ír, mint bármilyen író? Jobb forgatókönyvet, mint bármilyen hollywoodi filmrendező? Vagy filmforgatókönyvíró? Tehát ezt most csak úgy mondtam, mert ezeket kipróbálták. De, de azon kívül már kipróbálták, hogy, hogy itt van egy kormány, Erről és erről kell döntenie. Na mi lesz az optimális döntés? És jobb döntést hozott, mint a kormány. Az egy más kérdés, hogy elhallgatták, hogy az, a, 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 az algoritmusok algoritmusainak az algoritmusai, sok ezer algoritmus, milyen gyorsan, milyen okos döntéseket hoz. És hát persze kipróbálták másképp is, hogy ha orvos, mesterséges intelligencia, hogy tud diagnosztizálni? Milyen terapeuta? Tehát sok minden formában a mesterséges intelligenciát már kipróbálták. Arról nem is be, hogy beszélve a gazdasági élet szereplőit, milyen jól tudják ellenőrzni. Mert itt van például a Blackrocknak az irodái. Kikülnek a gyönyörű irodaszobákba. gyönyörű modern irodaszagában szobákban, a legmodernebb eszközökkel. Kik dolgoznak? Magyarország legképzettebb informatikusai, akiknek nagyon jó fizetést adnak, azért mennek oda dolgozni. És mit csinálnak? gyártják azokat az algoritmusokat, amivel minden BlackRock kezeügyébe került vállalatról, vállalatról pontosabb képük van, mint az ottani menedzsmentnek. És azt is feltételezni kell, le fogják tagadni, de feltételezni kell, hogy ugyanis a BlackRock azért lett a világ harmadik pénzügyi-gazdasági hatalma Egyesült Államok Kína után, mert mindenütt, ahol csak lehet, monopól helyzeteket alakított ki. Na most nézzük itt Magyarországon. Hát Magyarországon is működnek világcégek. És ezeknek a világcégeknek az együttműködése már úgy néz ki, és ténylegesen az is, mint egy monopólium. Monopólium? Akkor ki van ott? A BlackRock van ott. És a BlackRock számolja ki, még egyszer mondom, a BlackRocknak a. Az algoritmus, eh, 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 hát, eh, tehát egy, egy egész algoritmus, algo, algo, eh, eh, hát, eh, üz, igen, egy üzeme van, algoritmus üzeme van. És az kiszámolta például magyar vonatkozásban, mert az összes eh, világcég, amely például a kereskedelemben van be Magyarországon. Hát a világcég nem itt van, de egy egysége itt vannak. És szépen kiszámolták, hogy hogyan lehet egy egy monopól felárral megnövelni a profitjukat. És monopól felárat úgy határozták meg, hogy ezzel túl magas lett az infláció. De ezt nem mondják meg, hanem minden egyéb mást mondanak. Sőt, a BlackRock nevét nem is ismerik az emberek, és azt végképp nem tudják, hogy ez a világ harmadik pénzügyi gazdasági hatalma, na kié? Hát az egy százalék egy százalékai. Na és azok kicsodák. Hát az a, természetesen a, 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 nemzetközi pénzoligarhának, oligarhiának az extra, ultra, hiper, szuper milliárdosai, akik akiknek az agytrösztjei vannak döntési helyzetben, a State Departmentben, a Pentagonban, a cia fejrázban, stb. De nem csak ott hanem a világbanknál, a nemzetközi valutalapnál, a Bank of International Settlementnél, stb. Tehát, tehát Hol van ma a világhatalom? Figyelni kell, mindig azt szokták mondani, Na és mire megyek én azzal, hogy ezt tudom? Figyelni kell. Mert soha nem lehet tudni, hogy mikor kell okosan lépni, hogy mikor csönget a történelem, és készen állva ismeretekkel, készen állva bölcsen és határozottan kell cselekedni. Tehát igenis azt tudomásul kell venni, hogy tájékozottnak kell lenni, és át kell látni a látszatokon, mert minden igazi hatalmat elfedi egy politikai színjáték. Hát az Egyesült Államokban is napjainkban játszódik egy színjáték. Mert mi különbség van a demokrata párt és a republikánus pár között? Hát olyan kicsi, hogy nem nagyítóval, hanem csillagászati, eszközökkel kell nézni, hogy mi a különbség. Mert ugyanis mind a kettőben ez a bizonyos egy százalék, egy százaléka, mondom még egyszer, ezek az extra, ultra, hiper, szupár milliárdosok, ezek határozzák meg, hogy mit lehet tenni. És azoknak, akik azt mondják, hogy egy cselekvésre nincs lehetőség, igenis mindenre figyel, figyelni kell, még az amerikai színjátékra is figyelni kell, mert bár a demokrata szenátorokat, meg a republikáni szenátorokat, ugyanannak a világ oligarchának, pénzulgárának az különböző egységei finanszírozzák. Na ennyi különbség van, hogy a demokratákat te finanszírozott, vagy ti finanszírozott. A repülőbírkárság meg másik. Jó? Még mondok más különbséget, mert mondjuk Trump, aki ugye a másik oldal azért, az kísérleteket tett, hogy a világbirodalom hegebonyának, tehát a, a, a ma nyugatnak számító világrész irányításában, Ne Amerika mindig egy birodalom szerepét játsza, aki mindenbe benne van, hanem amiből lehet maradjon ki, és próbáljon a birodalom mellett nemzetállam is lenni. Na, egyik különbség van. Nekünk, magyaroknak az a feladatunk, hogy figyeljük, miként megy előre a mesterséges intelligencia, és miként helyes a felhasználása, és miként kell azt megakadályozni. Mert ugyanaz az eszköz jóra is, alkalmas, meg rosszra is. És nekünk, átlagembereknek, ha átlátjuk az összefüggéseket, a együtt is vagyunk, akkor van arra módunk, hogy cselekedjük. Ezért van értelme a nemzeti radikalizmusnak. Persze szélső jobb oldalnak mondják. Mi ez a hülyeség, hogy szélső jobboldalnak? Se füle, se farka. Mi az, hogy jobb, meg egyáltalán mi az, hogy bal? Meg mi az, hogy szélső... Mi, mi szól a foci ez? Jobb szélső, bal szélső, meg mi, mi, mi ez? Egy játék. Van nemzeti radikalizmus, ami azt jelenti, hogy a nemzeti érdekeket, azokat keményen, következetesen védelmezni kell. És azok a magyarok, akik erre el tudják szállni magukat, össze is tudnak fogni. Nem csinálok pártpropagandát. Én is meghoztam a magam döntését, most erről nem beszélek, de meghoztam. És én büszkén vallom, hogy én nemzeti radikális vagyok. Kész. És az is fogok maradni. Fokozatosan lettem az, de itt célba értem. És valószínűleg így is fogok meghalni. Minden esetre ezt az eszmefuttatást most befejezem, és köszönöm, hogy meghallgattak.